Viharkárok, több ezren fordultak a biztosítókhoz a károk miatt. Turist Police, idén is diákok segítik a rendőröket a turisztikai szezonban. Múzeumok éjszakája, koncertek, kiállítások várták az érdeklődőket. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Jégverés, nagy erejű szél, villámcsapás, jelentős mennyiségű csapadék, ezek is okozhatnak károkat ingatlanjainkban. A közelmúltban a viharok 40 millió forintnál is több kárt okoztak. Térségünkben több ezren fordultak a biztosítókhoz. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 560 kárigényt regisztráltak. A tapasztalatok szerint a biztosítók gyorsan reagálnak, a kárrendezések többsége zökkenőmentes. Június közepétől több mint 2600 lakásbiztosítással kapcsolatos kárbejelentés érkezett az egyik legnagyobb biztosítóhoz. Az EGON azt közölte pár nappal ezelőtt, a legtöbb káresemény, több mint 1600 június 16-án történt, jelentős részük Kelet-Magyarországon. Azóta a biztosító csaknem 39 millió forint értékű kárt fizetett már ki, további 14 millió forint kifizetése pedig folyamatban van. A károk átlagos mértéke elmarad a tavaly őszi viharos szezonban tapasztalttól, 40 ezer forint körül alakul. A legtöbb kárbejelentés, több mint 700 a vihar miatt érkezett, mintegy 550 káresemény a jégverés, közel 540 a villámcsapás, míg 430 esetet a felhőszakadás számlájára írnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 560 kárigényt regisztráltak. Az ügyfél saját maga is be tudja jelenteni, minden biztosítónak rendelkezik online felülettel, hogy interneten be tudom jelenteni a pontos kárt, sőt még fényképeket is tudok föltölteni, hogy segítsem a kárrendezést. Ugyanakkor minden biztosítónak be lehet jelenteni telefonon is, 0-24-ig van telefonos szolgáltatásukat, vagy meg kell keresni azt a társaságot, aki ezt a biztosítást kötötte. A tapasztalatok szerint a biztosítók gyorsan reagálnak, a kárrendezések többsége zökkenőmentes. Hál' Istennek nagyon jó tapasztalataink vannak. A biztosító társaságok a bejelentéstől számított 48 órán belül kiérnek a helyszínre, és a kárrendezés is az utóbbi időben már nagyon gyors, meg vannak elégedve az ügyfelek. Lakásbiztosításra az esetek túlnyomó részében mindent kifizetnek, tehát nagyon kevés panasz szokott lenni. Az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban nem várható vihar, jelentős csapadék és szél sem, várhatóan csütörtökön lehet majd kisebb mennyiségű eső térségünkben. Hangos üzempróba. A Nyíregyházi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség tájékoztatása szerint június 25-26-27-én reggel 9 órától a Nyíregyházán található polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök, tehát a szirénák hangos üzempróbáját végzik, melynek során 30 másodperces, folyamatos, állandó hangmagasságú sziréna hangot 30 másodperc szünet követ, majd újból 30 másodperces, folyamatos, állandó hangmagasságú sziréna hang, riadó, elmúlt jelzést adnak le. A hangos próba célja, hogy ellenőrizzék a riasztó eszközök működőképességét. A jelzéseket ellenőrzés keretében adják le, azok semmilyen veszélybe következtét nem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges. A Nyíregyházi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség a próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kéri, annak végrehajtása a lakosság biztonságát szolgálja. Hétfőn idegen forgalmi szezonnyitót tartotta a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, hiszen elindult a Turist Police program Nyíregyháza üdülő övezetében Sóstó gyógyfürdőn. A tájékoztató és bűn megelőző akció diákok közreműködésével augusztus 31-ig tart. A Sóstói Idegenforgalmi Központ a víztoronya bázisa a Turist Police szolgálatnak, mely 7. éve segíti információval Sóstó vendégeit, másrészt a rossz szándékú embereket, bűnözőket hivatott kiszűrni. Egy egyenruhás vagy civilbe öltözött rendőr mellé három közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diák társul. A helyszín a szokásos, itt a víztorony tövében van a központunk,
Olyan diákok látják el ezt a szolgálatot, akik közösségi szolgálatra jelentkeznek, és az 50 órás közösségi szolgálatokat teljesítik itt. Feladatuk elsősorban a közszolgálati jelenlét, egyenruhás kollégákkal, illetve civil ruhás kollégákkal vagyunk jelen. Az állatkert környéke, a tófürdő, a strandfürdő területén, a múzeumfalu területén, illetve ezeknek a parkolóknak az ellenőrzése, illetve hát a biztonságos rendfenntartása. 70 középiskolás láthatósági mellényben segíti a rendőrök bűnmegelőző munkáját. A diákok látnak, figyelnek, jelen vannak, több nyelven tudnak beszélni, és a 6 nyelven készült tájékoztató szórólapot kínálják az érdeklődőknek. Azért választottam ezt a közösségi szolgálatot, mert a szüleim is rendőrpályát folytattak, és itt szeretném letudni a közösségi szolgálatot, de amúgy a rendőrpálya nem nagyon érdekel. Angolul középszinten beszélek, és szívesen segítenék különféle országokból jött turistáknak eligazodni Sóston. A fiataloknak információjuk lesz többek között szabad szálláshelyről, szórakozási és program lehetőségekről, útirányról és közlekedési eszközök menetrendjéről. Nagyon fontos napjainkban a megbízhatóság, a biztonságos úti cél. Ezt folyamatosan kommunikáljuk is a marketing kampányaink során a vendégek számára, hogy aki ide érkezik, az nem csak vendégszeretetet, hanem biztonságot talál. Ezt erősíti ez a rendőri jelenlét, hiszen azzal, hogy maga a jelenlét, az egyfajta visszatartó erő. Köztudott, hogy 2018-ban hazai és külföldi turisták több mint 200 ezer vendégészakát töltöttek Nyíregyházán és Sóstón. A kiemelt üdülővezet persze nem csak a turistákat, de a zsebtolvajokat, besúranó tolvajokat is vonza. Ezért szervezte meg a Nyíregyházi Rendőrkapitányság az önkormányzattal karöltve Sóstón és a belvárosban a folyamatos rendőri szolgálatot. Gyümölcsöző együttműködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkatársai a kormányhivatal növény- és talajvédelmi főosztályával közösen egy EKR bejelentéssel nem rendelkező EPER szállítmányt ellenőriztek. Az EKR rendszer segítségével került a pénzügyőrök látókörébe egy olyan gazdálkodó, akiről azt feltételezték, hogy a rendszer megkerülésével folytatja tevékenységét. A rendelkezésre álló adatok elemzésének és az operatív munkának köszönhetően a szállítmányt beazonosították és ellenőrizték. A vizsgálaton a gyanú beigazolódott, hiszen a tehergépjárműben talált 1600 kg eper származását a gazdálkodó nem tudta igazolni, továbbá az áru a szállításhoz szükséges EKR azonosítóval sem rendelkezett. A gazdálkodó további vizsgálatra számíthat, a megyei kormányhivatal pedig megsemmisítette a gyümölcsöt. Fergetegesre sikerült az idei múzeumok éjszakája. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Szerdától emelkedik a benzin és a gázolaj ára is a hazai töltőállomásokon, előbbi bruttó 3 forinttal literenként, míg a gázolajért bruttó 5 forinttal kell többet fizetni a hét közepétől, így a benzin átlagára 378 forintra emelkedik, a gázolaj ára pedig 391 forintra változik. Baleset történt péntek délután a Búzatéren, ahol a kijelölt piros színű gyalogos átkelőhelyen egy nőt ütött el egy figyelmetlen sofőr. A hölgy megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Ráfutásos baleset történt péntek délután a Vai Ádám körúton, amely igen nagy fennakadást okozott, egy ember megsérült, őt kórházba szállították. A Vasvári Pál utcai kereszteződéstől a Mező utcáig megújul a Rákóczi utca útburkolata, emellett járda felújítás és építés, valamint gyalog és kerékpárút felújítás is lesz, 3 buszöböl szabványosítása is megvalósul, forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők. Tűzriasztó indult be a Józsa András Oktató Kórházban hétfő dél körül, több járművel érkeztek a tűzoltók a kórházhoz, magasból mentő kosárból is ellenőrizték, hogy van-e tűz. Megállapították, hogy az érzékelő tévesen jelzett. Fergetegesre sikerült az idei múzeumok éjszakája. Több ezren látogattak el Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézményébe.
A Józsa András Múzeum lett idén az év múzeuma. A címhez méltó rendezvénnyel készültek a nyíregyháziaknak és érdeklődőknek a 2019-es múzeumok éjszakáján. Izgalmas kiállításokat nyitottak, bábelőadás, koncertek, tűzugrás, tűzzsonglőrök és több ezer ember volt szombaton a nyíregyházi múzeumban. Megtelt látogatókkal szombat éjszaka a Józsa András Múzeum, a 2019-es múzeumok éjszakája rendezvényen több ezren vettek részt. Fő témáját a 30 éves rendszerváltás és a múzeum történetének egy jelentős időszakát Kis Lajos igazgatóságának emlékeit bemutató kiállítás adta. Nagyszabású retro kiállítással mutatjuk be Nyíregyháza és Szabolcs megye életét az 1980-as években. Ezen kívül Hammel Józsefnek gyönyörű szép a szocialista időszakban készült fotóit mutatjuk be, ez szintén az 1970-es-80-as éveknek a fotói. Ezen kívül pluszban még egy múzeumtörténeti kiállítást is megnyitunk ma, mégpedig az Kis Lajos emlékét idézi fel. Kis Lajos múzeumigazgató tevékenységét mutatjuk ebben a kiállításban be. Az érdekesség itt az, hogy Józsa András után ő volt egy nagy tekintélyű múzeumigazgató, olyannyira, hogy a itteni tevékenységéért Kossuth díjat kapott múzeumigazgatóként. Délután 2 órakor nyitotta meg kapuit a múzeum, és a megnyitó beszédek után a színpadon is elkezdődtek a programok. Én már akkor is jártam múzeumok éjszakájára, amikor nem voltam még polgármester. És azóta úgy gondolom egyre jobb, ugye ráadásul az idén az év múzeuma címet elnyerte a múzeumunk először a működése során, és ez egy külön hangsúlyt ad ennek a rendezvénynek, de ez a retro hangolt, retro programok, amelyek mindig egy kicsit a régi Nyíregyházát is bemutatják hagyományőrző jelleggel, ez a másik specialitása az idei programoknak, ugye jön a Beatrice majd, meg hát ugye most a múzeumfalu felújítása még zajlik, és Szent Iváné van, és a tűzugrás most itt lesz, ez is egy különlegesség, nem kell kimenni Sóstóra. A látogatók kedvence a régi Nyíregyházát ábrázoló képek voltak és a retro kiállítás. A fiatalabbak korábban még nem találkoztak ezekkel a használati eszközökkel, a legnépszerűbb a régi írógép volt. Nagyon tetszik, nagyon élvezem. Szeretnék is egy ilyet otthonra, ha lehetne. Nagyon, nagyon élvezem. Az est fénypontja a Beatrice koncertje volt, majd pontban éjfélkor megtartották a tűzugrást. Idén a Sóstói Múzeumfalu felújítása miatt a Széchenyi utcán. Harmadik alkalommal rendezték meg a Decathlon élménypróbát Nyíregyházán, közel ezren vettek részt a hétvégi eseményen. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartakusz, a labdarúgó együttes első edzésén több új játékos is részt vett. Sporthíreink következnek. Munkába állt a Nyíregyháza Spartakusz, elkezdte a felkészülést a spari. Az orvosi vizsgálatok mellett napi 2 edzés szerepel a programban, és fokozatosan növeli a terhelést a szakmai stáb. Egy 6-7-es tervünk van, igazából amiben van 1 hét edzőtábor is Szlovéniába. Fokozatosan elkezdjük azt a munkát, ami hát erre az idénre vélhetően elég kell majd legyen. Több új arc is feltűnt az első tréningen, Kovács Allen télen már volt próbajátékon, tavasszal pedig az Eto játékosa volt a pozsonyi származású támadó. Játszott a Szlován Bratislavában és Dunaszerda helyen is. Pap Máté Csákvárról érkezett, a 26 éves középpályás korában futballozott Felcsúton és a Videótonban is. A sparival kezdte a felkészülést Villan Dominik, a debreceni nevelésű kapus Csorvási Tamás és Alexander Svedjuk is. Utóbbi 22 éves középpályás korábban Békés Csabán is futballozott. Távozik Nagy József és Fagyas Tamás. A keret még nem végleges, hétfőn is több labdarúgóval egyeztet a szakmai stáb. A nyár egyik legbiztosabb jele a Decathlon élménypróba, már 3. alkalommal rendezték meg a Sóstói erdőben, és ezúttal is az 5 kilométeres táv mellett érdekes feladatok, és 18+1 akadály várt a résztvevőkre. Az az érdekesség az idei élménypróbának, hogy rengeteg csapat, rengeteg cégnevezet, mint láthatjátok itt vannak, és egy örömfutásban vesznek részt. Rájöttek arra az emberek, hogy nem csak futni szeretnek, hanem szeretnek valami új dolgot kitalálni, kipróbálni, és ezek mi az akadályainkban ezeket megmutattuk. Több érdekes akadályunk volt.
mai napon. Például volt egy lépcsőtorony nevezetű akadály, vagy a legelső itt pont láthatátok ti is, a bál a pálya. Egy szalmabálán kellett átfutniuk az embereknek, tehát úgy gondolom, hogy egy megfelelő intenzitású és egy tényleg egy mindenki számára teljesítető élmény akadálypályát építettünk fel két nap alatt. Futóklubok, céges csapatok, sőt sportegyesületek is elindultak, a Nyíregyházi Sportcentrum, a Kölcsey Díjese és a Nyíregyháza Spartacus női gárdája is rajthoz állt, de voltak, akik családdal együtt indultak. Nagyon szereti a testnevelés órát, sokat tornázik, meg el szoktunk járni biciklizni, futni is néha, úgyhogy ő nagyon szeretett volna, hát mondom én is azóta egy kicsit többet mozgok, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk. A 11 éven aluliak számára külön gyerekprogramokat szerveztek, és nem maradhatott el a közös bemelegítés sem. A nap során számos bemutató szórakoztatta az erdei tornapályára érkezőket. A célban mindenki érmet kapott, a tombola sorsolás fődíja pedig egy kerékpár volt. És most nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Jégverés, nagy erejű szél, villámcsapás, jelentős mennyiségű csapadék, ezek is okozhatnak károkat ingatlanjainkban. A közelmúltban a viharok 40 millió forintnál is több kárt okoztak. Térségünkben több ezren fordultak a biztosítókhoz. Hétfőn idegen forgalmi szezonnyitót tartott a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, hiszen elindult a Tourist Police program. Nyíregyháza üdülő övezetében Sóstó gyógyfürdőn. A tájékoztató és bűnmegelőző akció diákok közreműködésével augusztus 31-ig tart. Fergetegesre sikerült az idei múzeumok éjszakája, több ezren látogattak el a múzeumba. Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézménye, a József András Múzeum lett idén az év múzeuma. A címhez méltó rendezvénnyel készültek az érdeklődőknek. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Jön az időjárás jelentés, hírekkel holnap is várjuk majd önöket, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!